Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 18-án. Mielőtt indítanék, felhívom a figyelmeteket a Valentin napi akcióra. Én ezt most indítom, hogy időben meg tudjátok rendelni, és akkor megkapjátok február 14-ig. Ebben az akcióban van egy szerelmi kirakás és egy horoszkóp elemzés, mégpedig összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Ha nem tudjátok azt, hogy hány órakor született, az nem baj, megnézzük a bolygók állását. A díjam ennél a Valentin napi akciónál 5000 forint. Ebben benne van a jóslás és az asztrológiai elemzés is, az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint. És most megtekintjük ezt a három kérdőjeles jóslást. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezen a kártyán láthatóak az érmék és az anyagi dolgokra utal, és az ő munkahelyére. Ez áll most a középpontban, ez foglalkoztatja őt a gondolataiban, vagy tervez valamit, viszont fél egy új kezdettől. Ezek az érmék nem csak az anyagiakat mutatják, hanem a belső értékeket is. Ezen a képen látható egy kislány, és van kezében egy érem. Ez a kép utal az ő gondolataira és az ő tartására. Ő most csupán ezt az egyetlen érmét tekinti, és fél attól, hogy ő ezt elveszíti. Ami a háttérben van, arra oda sem figyel, pedig ott minden rendben van, mert ott vannak az érmék, a fény is, ott kiderül valami, kivilágosodik valami, tisztázódik valami, és ez a négy érem a háttérben utal a biztonság érzésére. Neki vannak lehetőségek. Ami az anyagiakat illeti, a munkáját illeti, vagy ami a párkapcsolatot illeti, mert ez is értékes, de ő nem néz ebbe az irányba. És most megtekintjük az ő érzelmeit, ezt fogja mutatni a következő kártya. Itt láthatunk egy uralkodó nőt. A képeknek van szimbolikus jelentése, ez utalhat az ő tartására, hogy uralkodik az érzelmei felett. Ez az uralkodónő lehet valaki a környezetében, aki uralkodik felette. De azt is jelentheti, hogy ti vagytok ez a hölgy, és nem engedi azt, hogy ti uralkodjatok felette, vagy így csodál benneteket, mert ti álltok a középpontban, mint ez a szép uralkodó nő. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezen a kártyán láthatóak a kelyhek, és az érzelmekre utal. Ő érzelmekkel közeledik hozzátok, de ti is elfordultok. Ugyanúgy, mint az első kártya nála mutatta a lehetőségeket, amire nem figyel oda, így hasonlóan látható ennél a harmadik kártyánál is,
ti sem figyeltek oda az ő közeledésére, vagy az is lehet, hogy nem bíztok meg benne. Előttetek van egy üres kehely, és úgy gondoljátok, ebből nem lesz semmi. Viszont a 4-es számot is figyelembe kell venni, és az mutatja a biztonság érzetét. És most megtekintjük a napi kártyát. A napi kártyán láthatjuk ezt a kislányt. Az utalhat gyermekekre, de szimbolizál újdonságokat, vagy egy új kezdetet. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, amire felhívnám a figyelmeteket, hogy a Facebook oldalamon is vannak jóslások, általános jóslás, és naponta közlöm veletek, hogy mi történik a maja naptár szerint. A Facebook oldalamat megtalálhatjátok, mint Dendera Susanna Medici. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!